Sziasztok, Mala vagyok. Ez pedig az eheti Tavern Brawl deck guide ajánló, hívd aminek akarod. És a múlt hetinek a hibáját kijavítva, itt a leírásban vagy valahol lent szerepelni fog ennek a decknek a kódja, hogy ne kelljen manuálisan vacakolni vele. Nézzük, hogy mire jutunk vele. Tuff, Brawl. Nem tudom, nektek a szobában hány bogár repül körbe-körbe? Nekem legalább három. No, csapjuk neki. Kövest fölcsapva. Milyen kis gonosz, támad meg minden, fúj! Lehet, hogy... Megöljük az egyiket, vagy toljunk rá, mert igazándiból ezek ilyen... Nudli lények. Az 1/3-ast megöljük, mert ha azzal trédeli le a 2/1-et, akkor megette a fene. Hát, akár húzhattunk volna valamit, de végül is nem muszáj. Ez egy eléggé malás kezdőkész biztos a Miziher, hogy nehogy legyen benne valami, amit ki tud játszani a negyedik körben, mert hát az... Az nyilván nem jó. Végül is hova is sietünk, nem szabad dolgokat kijátszani. És miért lenne ditrétes cucc? Hát, végül is van sárkányunk, nem? Ez is egy fantasztikusan nagyon jó lehetőség volt. Húha, Fireball. Elég drasztikus megoldásai vannak Ragnarosznak. Fogta, és volt kép pofálőni Fireball-a, bazzeg, csipikét. Tehát csipike egymanába kerül, 2/3-as, annyira veszélyes, hogy egy Fireball-al kellett nagyon lőni, mert más megoldás... Az nincs. Hát ezt viszont onnan el kéne takarítani, mert az ott nem vicces. De hogy erre elbaszni egy Dragonfire Potion-t, ezt nem tudom. Pedig ez nem vicces, ha ott marad. Az ott bassza meg, na hát. Zsír. Van, akkor ezt egész szépen alakul. Madár!
Várj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teljesen jó. És már csak ennyi kell. Flame Strike, csak keményen. Lávás Burst, Stone. Határozottan támadó jellegű. 10 per 4, mert mi vagyunk a durvák. Ez minek, azt nem tudom, de biztos nagyon jó, hogy van. Hát szerezzük meg, az sose baj. Legalább megcsináltuk a questet. Ki hitte volna, hogy van neki? Wow, miket tud ez, ha akar? Még jött Csipike 2.0. Nagyon jó. Na várjál, kombó, figyelj! Ennyi. Meg már nem is kell. Hát ez vajon mit csinál? Én se tudja, de ez nem is baj. Ja, azt onnan le kéne. Kaparni. Most be van. Fú, ez még ilyen hülyeségeket is kap. Mit csinál? Egy damage, ajjaj. Na várjál, akkor azt meg kell oldani. Okosba. Ne legyen itt nekem egy damage, sehol. Hát nem tudom, ezen szép nagy még jó jöhet. Más is így választ dolgokat, nem? Rakjuk le. Freeze a karakter, hajjaj. Now, choose a friendly. Ott van a 10 per 10. Okay.
Hát ez nem tudom mennyire volt jó, semennyire leginkább. Jó, megógyáz, ügyesd be, jó van. De kit érdekel? Hú, egy teljes gázlót volt képes adni. Hú, drága vannak a spellek. Ennél szarabbat nem tudom, hogy lehetett volna kapni, de... Mindegy. Ezek is csodálatosan, grandiózusan, szuper jók. Igen, ám kap egy öt per... Ó, már megint kezdődik. Fő. Ezt még megcsinálja egy párszor, vagy? Da-da-da! Csak az a baj, lassan elfogy a deck is. De nyelja. Basszuk ki csipkét. Ez már neki is van csipükéje. És amúgy meg elbasztam. Mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja. Hát a baj. Jó, már megint van valami. Medicine
Igen, fog fogyni. Nem, majd püföljük az arcát vascsővel, az mindig beválik. Oh, freeze on enemy. De jó. És még szikrettje is van a csávónak. Igen, ez a baj. Kapott kettőt, nagyon jó. Tehát ott a win. Easy. Köszönjük emesének a játékot. Nem, nincs vége, mert mi lenne vége? Már megint csinál valamit. Hogy rohadna rá az autó? TP, bazd meg. Pofátlan gyökér, basszus. Na jó. Na, kíváncsi vagyok, végre megdöglik-e. Oh, Baron Geddon, hello. Jó, megdöglik. Kivéve, ha most egy HP-nál megint történik valami, ami egyébként nem szokott történni. Na, hát easy. Maradjunk annyi, hogy easy. Tavern Brawl egyből egy, 100%-os win rate, az mindig jó. Akinek van kedve kipróbálni a Tuti Pop decket, a leírásban még egyszer meg fogja találni, hogy hogy kell bemásolnia. Amúgy szerintem vicces. Mindenkinek, akinek ezzel fog sikerülni, annak nagy gézé. Aki pedig keres egy jobbat, hát keressem. Nem ala voltam. Sziasztok, legyetek jók, ha tudtok.